Samuelet magában mégis nagyon szomorú. Nagyot recseg most a tető, Sin Samuel kiabált. A kurdi óvodások versen készültek az avatásra érkező köszöntésére. Az avisok mellett az iskolások is örülhetnek a megújult intézménynek, hiszen gyakorlatilag a teljes belső építészete megiszépült mind a három épületnek, és a kisiskolásoknak nem kell már télen az udvaron keresztül WC-re járni. A korszerűsítések összesen 100 millió forintot emésztettek fel a területi operatív program finanszírozásából, melyben az önkormányzat 12 millió forintnyi részt vállalt. Nem csak amiatt, hogy már kevesebbet ért a pénz 2016 óta, hanem azért is, mert szerettük volna kiegészíteni olyan dolgokkal, mint itt a csempeburkolat, illetve az óvodánál statikai problémákat is meg kellett oldani, ott a födémet meg kellett erősíteni. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a kormányzat és a megyei önkormányzat is kiemelten kezeli az oktatást és a gyerekeket érintő beruházásokat. Én látom, meg tudom azt, hogy a gyerekeknek mit jelent az, hogy egy korszerű, modern, tiszta, világos, meleg iskolába kell járniuk, és ott kell az első cseppeket a tudásból meríteniük. Azt hiszem, hogy erre ez csodálatosan jó lesz az épület, és ez ugye már nem az első itt a járásba sem, a megyébe sem. Azt gondolom, hogy a jövő nemzedékeit építgetjük szépen apránként, téglánként, darabonként, gyerekenként, és ez úgy néz ki, hogy működik. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról is szólt, választókörzetében majd minden településen segíteni tudták az egészségügyi és az oktatási intézmények korszerűsítését, és ez a családok évében különösen fontos lépés. Választókörzetben az elmúlt egy-másfél évben szinte nem volt olyan település, hogy valamilyen fejlesztést ne adtunk volna át. Ezek egyrészt voltak helyi orvosi rendelők, ezen kívül pedig számos óvoda és általános iskola, akár kisiskola, akár pedig felső tagozati iskolának az épülete újult meg, úgyhogy öröm számomra az, hogy szinte mindenhol jutott pénz a fejlesztésre, a kormánynak, illetve uniós fejlesztési forrásoknak köszönhetően.